Miskolcon tartja kihelyezett frakcióülését a Demokratikus Koalíció. Egy országjáró körút első állomásaként a párt képviselői több rendezvényen igyekeztek megszólítani a miskolci lakosságot. Ma délután több mint 10 helyszínen voltak programok, köztük a Népkerti Vigadóban, ahol Kálmán Olga, a DK szóvivője vett részt kötetlen beszélgetésen Hegedűs Andrea országgyűlési képviselővel és a Velünk a Város önkormányzati képviselő jelöltjével, Sebegazdi Judittal. A mai napon a Demokratikus Koalíció Miskolcra fókuszál. Megtelt a Népkerti Vigadó külön terme. Ezen a helyszínen Hegedűs Andrea fogadta házigazdaként a vendégeket. A miskolci látogatásnak a célja, hogy több helyszínen, de elsődlegesen a hármas számú választókerületben, ahol időközi választás lesz most vasárnap, bejárjuk azokat a helyszíneket, ahol Sebegazdig Judit, mint időközi választás képviselőjelöltje jelen lesz. Ő elsődlegesen a lakosságnak az érdekeit tartja szem előtt, és őértük szeretne dolgozni. Ezen a mai napon a Demokratikus Koalíció az ő kampányát is erősíti Miskolcon. A kötetlen beszélgetés Sebegazdig Judit bemutatkozásával indult. Az ehhez tartozó kultúra és sport mindenképpen az, ami az életem része volt nekem is eddig. Az időközi választási kampány javában tart. Ennek részeként vett részt a jelölt a Vigadóban tartott beszélgetésen. Az egész választásnak és az időközi választásnak és a kampánynak is ez a lényege, hogy minél több emberrel beszélgessünk, minél több problémáról, hogy ők mit látnak. Mert ez áll a központban, hogy későbbiekben, hogyha megválasztanak, akkor mi fogok tudni segíteni. Az esemény kiemelt vendége Kálmán Olga, a DK szóvivője volt. Itt élünk ebben a világban, amit mi NER világnak szoktunk hívni. A Demokratikus Koalíció a napokban árnyék kormányt alapított. Ehhez a munkához is kapcsolódik a párt országjáró körútja, ami ma Miskolcon indult. Mi nagyon komolyan gondoljuk, hogy ezekben a hónapokban és ebben az időszakban, ami előttünk áll, ami Magyarország előtt áll, itt más útja nincs ennek az országnak, mint hogy segíteni, összekapaszkodni, az már biztos, és egészen biztosan látható, hogy Orbán Viktor ezt az országot nem tudja kivinni a válságból. Ezért is alakította meg Dobrev Klára az árnyék kormányát, és ezért is vagyunk Miskolcon. A DK képviselői szerdán délután több mint 10 helyszínen voltak jelen. Többek között fórumokkal és szakmai beszélgetésekkel várták az érdeklődőket.